Üdvözlök mindenkit, ez az Arcra vagy Talpra. Sziasztok! Hú, de rég volt ilyen videó. Egy restaurant szerkezetet fogok mutatni, de semmi kihívás, vagy valami réginek a felújítása, vagy még nem tudom mi szokott lenni, hanem egy új ötlet, egy saját ötlet. Ja, micsoda nosztalgia. Régen ugye csak ilyen videók. Na mindegy, most nem menjünk bele. Tehát egy új restaurant szerkezet. És hát először is kell hozzá egy könyv. Azt elvetettem, hogy mágusok könyve, mert varázslatok vannak benne. Az volt az ötlet, hogy találjunk ki új bájitalok. Ugye Minecraftban vannak ilyen bájitalok, ezt nem kell bemutatni, mindenféle effektet adnak. Csináljunk sajátat. És ennyiféle varázslatot. Igazából csak 5. A hatodik a megtévesztés most azon van. Az csak annyi, hogy nem csinál semmit. Na. Menjünk fölülről. Villámlás. Rákattintunk, hát akkor így látszik, lebuktatja magát, de nem baj, hogy egy X-score-t állít egyre. És ez azért érdekes, mert innentől kezdve ez a bájtal villámot csinál. Nem működik a szerkezet sajnos multiba, de egyébként igen poén lehet így harcolni. Robbanás. Robban creepereket idéz meg. Néha egy van, néha több, azért, mert az a trükk, hogy a kis XP orbok, vagy kezd magyarul hívni, a kidobott XP, na, tehát az idézi meg a dolgokat. És akkor, hát mennyit dob ugye a bájtal, ha keveset, akkor kevesebb creeper, ha többet, akkor több creeper. Gyújtás. Felgyújtja a terepet. Ugye ezen is látszik, itt kettőt rakott le, hogy attól függ, hogy hány XP lesz belőle. Teleportálás. Ahova dobom, oda teleportálok. Jaj. Mondjuk oda a kommandokra. Hát nem sikerült eltállni. Jó, mindegy. Tehát oda teleportálok, ahova dobom. És az utolsó a felemelés, az felemelni a blokkot. Kidobom valahova, akkor felemelni a blokkot. Mégis ásni is lehet. Na, meg modern szobrot készíteni. Ez ábrázolja a bennem szunnyadó tehetséget. Akkor... Jaj, úgyhogy ez is működik. Egy főklok plusz pár parancs, kész, ennyi. Így vannak sorba a varázslatok. Ahogy mentem sorba, villámlás, robbanás, gyújtás, stb. És a végén itt mindenképpen elpusztítja az XP-t. Ezért van az, hogy ha megtévesztésre megyek, azaz nem csinálok semmit, akkor nincs ott XP, mert ez megöli mindig. Jó, tehát sorba a villámlás. Az a játékos, akinek az X-score-ja 1, futtassa le. Menjünk kicsit arrébb. Az XP-vel, ennek a azonosítója XP orb, hogy megidéz egy villámot. Oké. Aztán a robbanás megidéz egy creeper, a gyújtás az ugye set blokkal lerak tüzet. A teleportálás az meg kicsit más. Teleportálja azt a játékost, akinek ez az X-je pontosan 4, a legközelebbi XP-hez. Igen. A felemelés az ugyanez, csak egy klón parancs. Mert ugyanez az execute-os módszer. Jó. És a végén ugye elpusztítja. Vagy mutattam. És ennyi. Egyszerű, de tök jó csatákat lehetne csinálni, csak nem nincs megoldva multira. Ugye ha ketten dobálják, akkor... Hát most ugye valahogy meg kell csinálni, hogy a játékoshoz kösse az XP-t, mert itt most nem nézi, hogy kinek, csak úgy az összes XP-t. Na, az összes XP-t csinálja, én azt futatom le az összes XP-vel. Ha most más is dobálna, akkor az történne, amit én beállítok, meg amit ő beállítana egyszerre. Tehát mondjuk én villámlást, ő robbanást állítana be,
és ha valamelyikünk eldobna az XP-t, akkor lefutna mindkettő, mert mind a ketten lefuttatnánk az XP-vel. Tehát az még hátra van. Ezért beszélek annyit a multis részéről, mert tökre örülnék, hogyha valaki megcsinálná a multiban is. És ennyi. Lájkoljátok a szobromat. Természetesen letölthető a pálya. A kézikönyv óvjon.